Most fogom elmondani, hogy nagyon megyünk a tetejéhez, srácok. Ez már, hát ugye igen, mert igazából, aha. Jó, ennyi volt. Hello mindenkinek, én Kipi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban egy újabb modot fogok nektek bemutatni, ezúttal az Arcade nevű modot, ami mindenféle játéktermi gépeket ad hozzá a játékhoz, amelyekben rendesen lehet játszani az adott játékkal. Úgyhogy mindenféleképpen egy különleges modról van szó, nagyon remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a bemutató, hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. És ha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban, viszont szerintem akkor vágjunk is bele. Kezdjük akkor ezekkel a gépekkel, az elsőn a Snake nevű játékkal játszhatunk, és igazából így kell ezeket lekraftolni, melyiket keresünk, ezt igen. Szükségünk lesz hozzá 5 darab fekete gyapjúra, 2 darab fehér gyapjúra, egy üveglapra és egy redstone-ra, és akkor megkapjuk ezt a játéktermi gépet. Illetve igazából ilyen aranyérmékkel működnek ezek a gépek, amiket így kell lekraftolni, kell hozzájuk 4 darab aranyrög, tehát végre van valami hasznuk az aranyrögöknek, meg úgy az aranynak egy kis szórakozás gyanánt. Hát akkor próbáljuk ki, még nem játszottam egyikkel se, tehát valószínűleg nagyon béna leszek, de szerintem kreatív módban ingyen tudok játszani vele. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele, megnöveltem a GUI-t, hogy jobban lássátok a dolgokat. Szerintem a nehézség egyelőre maradhat könnyű nehézségen. Az irányítások, hát igazából nyilakkal kell irányítani, ami érdekes lesz, mert nem igazán szoktam nyilakat használni, nagyon hozzá vagyok szokva a vasdhoz. Oké. Ugye ennek az a lényeg ennek a játéknak, hogy ezeket a kis pontokat kell felvenni, és akkor végül is hosszabbak leszünk, tehát a kígyó egyre hosszabb lesz, viszont nem szabad neki menni saját magunknak, illetve a falnak sem, mert akkor vége van a játéknak. Az nagyon nehéz. Aha, oké. Jaj! Jó. Néha félreütöm a nyilakat, mert tényleg nem nagyon szoktam használni őket. Oké, az szerintem pont jó, igen. 5 pontnál járunk, ugye a képernyő alján számolja a pontokat. Ha nem tudom nagyon gyorsan váltogatni az irányokat valamiért, azt nem érzékeli. Majdnem, oké. Majdnem belementem a saját testembe, most már azért elég hosszú vagyok, szóval vigyázni kell. Mert ha neki megyek magamnak, az igen, hát az szép volt. Akkor vége van. Oké. Jó, jaj. Na várjál, itt ugye már nem lehet olyan gyors kanyarokat csinálni, mert a testünk vége még ott van. Azaz, oké. Jó, 10 pont, srácok. Egyébként majd, hogyha letöltitek a modot, akkor és kipróbáljátok, akkor mindenféleképpen írjátok meg, hogy nektek mennyi volt a rekordotok. Hát most nyilván én itt annyira azért nem veszem komolyan, hát igen, látszódik, mert azért a többi gépre is kell hagyni időt, nem akarok annyira hosszú videót csinálni ebből, de majd megmutatom nektek akkor a végső eredményemet, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy ki hogy teljesített. Kommentben majd mindenféleképpen írjátok meg a pontszámotokat. 15-nél járok. Valami kis hangeffektek egyébként jól jönnének szerintem, de szerintem az alapjátéknak sem voltak hangeffektjei. Még annó, úgyhogy érthető. Hát nem sikerül eltalálnom azt az egy kis pontot, na végre. Oké. Most már azért elég hosszúak vagyunk, tehát most már azért tényleg vigyázni kell. Ugye mindig egy kis egységgel nő a hosszunk, amikor fölveszünk egy ilyen pontot. Ó, ez pont jól jött ki. Egyel arrébb megyünk, azaz. Hát igen, ez a Slither.io játéknak a őskori változata. Oké. Jó, és elvileg ez... Hát, aha, jó síkban van, oké. Adj, 23 pont, és megvan a 24. És srácok, nem tudom, hogy meddig fogunk menni. Egyébként nem akarom elkiabálni, mert a végén meg... tényleg veszíteni fogok, pedig egész jól, majd nem gondoltam volna, hogy ideig menni fog. Ó, ezt meg tudtam volna szerezni, na várjál, szokosan kell csinálni, mert még ott van a testünk. Áj, túl hamar húztam el, na most viszont kerülnöm kell egy egészet, mert... el akartam kanyarodni, hogy ne menjek bele saját magamba, és túl hamar csináltam. Aha, na várjátok, egy kicsit feljebb kell jönnöm, hogy elmenjen onnan a testem, oké. Elég furcsa ezt így mondani. Jó, azaz. Hogy?
Várjál, be kéne menni. Áj, ne! Nem sikerült. Próbáltam mindig, csak a fal mentén nagyon nehéz közlekedni. 26 pont volt, ha jól láttam, nem is tudom. Viszont szereztünk két jegyet, ilyen tiketet. Ezekkel mindjárt fogunk foglalkozni. Úristen, milyen nagy így a GUI. Nagyon durva. Jó, akkor ezen, ha jól láttam, 26 volt a rekordom. A következő a Tetris. Ahhoz, hogy ezt lecraftolhassátok, szükségetek lesz 7 darab kék gyapjúra, egy üveglapra és egy redstone-ra. Na nézzük meg itt is az irányítást. Aha, a felfelnyilől lehet forgatni. A többivel pedig, igen. Jó, akkor felfele nyillal forgatunk. Oké. Okay. Na, mi az, hogy level select? Hát legyen egyes szint. Aha. Ugye itt ki kell rakni mindig a sort, azt hiszem. Egyébként annyira nem játszottam Tetris-szel még soha, pedig egy hatalmas nagy klasszikus. Oké. Okay. És ugye csak addig lehet mozgatni, amíg zuhanásban van. Aha. Nem tudom, srácok, hogy mi itt a jó taktika. Most játszok először életemben Tetris-szel, ami elég furcsán hangzik. Hát azt ott elrontottuk. Jó, hozzuk ide. Oké. Okay. Hát igen, ez nagyon látszik, hogy most játszok először. Igen, tehát ebben az vagy nem tudom, hogy igazából mi a játék pontos lényege. Még nem sikerült. Ja, és ugye az a lényeg, hogy nem érheti el a képernyő tetejét, ez a csík, vagy egy bizonyos pontját. Nem tudom, tehát egy idő után ugye csak akkor tudunk kitörölni egy sort, hogyha megvan az egész. Aha. És nem kell hagynunk, hogy felmenjen egészen a tetejéig. Viszont hát amint láthatjátok, nekem ez nem igazán jön össze, és nagyon közeledünk a játék végéhez. Oké. Okay. Azért már van 245 pontom, tehát azért nem mondhatjátok, ajaj, hogy annyira rosszul csinálom. Ó, oké, okay, most már mennek lejjebb a dolgok. Ez nem tudom, hogy jót jelente. Ó, ez nem úgy akartam. Bepánikoltam a végén, srácok. Oké. Okay. És ugye mutatja a jobb felső sarokban a következő egységet. Az úgy nem fog bemenni, ugye? Ja. És nem tudom, hogy mitől indultak meg lefele a kis rublikák. Lehet, hogy maguktól mennek le? Lehet, hogy maguktól mennek le egyébként. És akkor igazából én semmit nem csináltam egész eddig. De nem, mert most viszont nem megy le, mert a legalsó sorban van egy üres kocka. Látjátok ott jobb alsó sorokban, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak jól csináltam valamit egy ideig, de most már elrontottam. Igen, most nagyon-nagyon rosszul csinálom, tehát egy csomó hézagot kihagyok. Hát ez rossz nézni szerintem annak, aki játszott már a játékkal. Oké, okay, közben egy skeleton valahol megjelent. Oké, okay, oda úgy, ahol kéne egy jó hosszú egység. Hát azt hova rakjam? Hát pont nem oda kellett volna. Ha most nagyon közeledünk a tetejéhez, srácok. Úristen, ez nagyon nem lesz így jó. Ó, pont most fog jönni egy hosszú, de már az egyik rublikát elrontottam. Jó, akkor a másikban még berakjuk. Hát, oké. Okay. Azért már van 691 pontom, tehát azért azt szerintem egy jó, úristen, de ez nagyon, na most fogom elrontani. Most fogom elrontani, nagyon megyünk a tetejéhez, srácok. Ez már, hát ugye igen, mert igazából, aha. Jó, ennyi volt. Jó, hát ez viszont nem ment olyan jól szerintem. Viszont kaptam egy csomó tiketet, most már 11 van. Jó, a következő Pac-Man, ami viszont azzal már játszottam, bár mondjuk nem az eredetivel nyilván, hanem a ilyen felújított telefonos alkalmazással. Nézzük meg az irányításokat. Jó. Hát igen. Beállítások. Az igen. Oké. Okay. Ahhoz, hogy ezt lecraftolhassátok, szükségetek lesz 6 darab sárga gyapjúra, egy üveglapra és egy redstone-ra. Akkor kezdjünk el játszani. Na most aki nem tudná, hogy... Ó, ennek vannak hangjai. Most ezt hogy irányítom? Ja jó, oké, megvan. Ez viszont hangos lesz nekem. Szóval aki nem tudná, hogy miről van szó... Ó, most felvettem egy képességet, meg tudnám menni a szellemeket, de már nem fogok odaérni. Ugye vannak különböző szellemek,
akiket most meg is tudnék enni, mert rajtam van a képesség. Így van, megettük. Vannak különböző szellemek, és mindegyiknek más tulajdonsága van. Tehát az egyik követ, a másik nekem charge-ol, a harmadik csak össze-vissza megy. De most nem tudom, hogy pontosan színek szerint ez hogy működik. Áj, ez nagyon hangos lesz így. Ó, meg tudunk enni megint egyet. Úgy. Talán még téged is. Ne! Na, én őt nem tudtam megenni. Sajnos, lejjebb veszem itt a hangot magamnak. Ugye az a lényeg, hogy az összes pontot felvegyük. Hoppá. Mert csak akkor lesz vége a játéknak. Aha, az a rózsaszín nagyon jön. Menjetek! Oké. A piros az, aki követ. Ajaj. Ajaj! Ajaj! Oké. Ott egy cseresznye. Hát igen, közre fogtak, úgyhogy az nem működött. Már csak egy életem van. Képernyő alján láthatjátok bal alsó sarokban, és már nem is olyan sok pont van hátra, tehát elvileg meg kéne tudnom csinálni. De most nem tudom, hogy mi határozza meg, hogy... Nem figyeltem. Ja, még van még egy élet? Ja, mert az utolsó... Persze, igen. Szóval, hogy... Ajaj. Nem tudom, hogy mi határozza meg. Azt mondjuk nem értem ebben a játékban, mert annyira azért nem ástam bele a dolgokba magamat, hogy... Ott középen... Mitől jöhetnek ki a szellemek, meg hogy kerülnek oda? Mondjuk azt tudom, hogy én küldöm őket oda, amikor megeszem így őket, de azt nem tudom, hogy... Hát azt hagyjuk inkább. Azt nem tudom, hogy... Mennyire? Hogy jönnek ki onnan, meg hogy ez hogy működik. Ajaj! Nem! Nem! Ne! Pedig már, úristen, már csak 7 darab pont volt hátra, 3130 pont. Na jó, innentől kezdve lettem függő, és erről fog szólni a videó, hogy egy órán keresztül játszok a Pac-Man-nel. Oké. Okay. Ez még mindig hangos. Még mindig hangos. Megsüketülök, srácok. Ja, és ugye egyre hangosabb a játék, amikor felveszel pontokat, minél többet... Ó, az nem volt jó, nem jött össze, meg akart menni a pirosat, most már követni fog. Szóval minél több ilyen kis pontot teszel meg, annál hangosabb lesz a játék. És van egy olyan dolog, azt hiszem, hogyha megállás nélkül megeszel bizonyos mennyiségű pontot, akkor valami... Eltűnik az összes szellem a képernyőről, de az lehet, hogy csak annak az alkalmazásnak volt a sajátossága, amivel játszottam. Ó, ne, a cseresznyéről lecsúsztam. Na most egész jól haladunk, srácok, már mindjárt megesszük az összes pontot, és még egy életet se vesztettünk. Bár ezt nem kéne elkiabálni. Oké. Na most még oda fentre kéne menni. Ó, kijutott a rózsaszín, de ő hogy jutott ki? Na, ez a baj, hogy ezt nem értem, hogy hogy működik, pedig hogyha érteném, akkor valószínűleg egy kicsit jobban tudnék játszani! Úristen! Júj! Jó, nem baj. Még mindig van életünk. Megcsináljuk, srácok, csak ezt az egy szintet akarom megcsinálni. Irány fölfele. Ez megijesztem volna. Megijedtem volna! Oké, már nem kell sok. Azaz! Megnyertük, srácok! Mit keres ott fönt egy... No, ajaj, most meg már... Ja, és hogy az életem az nem töltődik vissza, tehát minden szinten az előzőből hozom tovább az életeremet, erőmet, igen. Jó. Srácok, ennyi szerintem bőven elég. Úristen! Kaptam... Mennyi volt az előbb? 11? Akkor 31 tiketet kaptam. Úristen, jó. Hát ez volt a Pac-Man, eddig a kedvencem, meg a kígyó is jó volt. A Tetris annyira nem tetszett. És az utolsó pedig nem más, mint a Pong. Ahhoz, hogy ezt lecraftolhassátok, szükségetek lesz 3 darab sárga gyapjúra, 4 darab deszkára, egy üveglapra és egy resztónra. Most a Pong azt hiszem az első videójáték volt. Tehát ez hatalmas nagy időutazás most. Aha. Ó, most az egérrel kell játszani. Jó. Aha, jó, megvan. Jó. Ha nyertem egy... Ó, ennyi. Veszítettem is egy... Ó, ajaj. 2-2 az állás. Ugye az a lényeg, hogy vissza kell ütni, és én vagyok a jobb oldali egyébként. Aki esetleg nem tudná. Oké, tehát mindig vissza kell passzolni. Jó, hát igen, tehát... Ilyesmi jellegű játékkal is játszottam már, nem az eredeti Ponggal nyilván. De... hú, ez közel volt.
de rengeteg ilyen jellegű játék van, úgyhogy azért van némi tapasztalatom benne, bár mondjuk ezt nem igazán bizonyítja az, hogy 2-2 az állás. Ó, most már 3-2. Jó. Na most nem tudom, hogy a nehézség az változik-e 4-2. Lehet, hogy nem, mert ugye ott az ellenfél igazából csak a számítógép. Attól függetlenül nagyon jól megy neki, mert... Ja igen, mert ugye mindig máshova rakja a labdát, és általában ott szoktam veszíteni, amikor hirtelen másmerre jön a labda, és nem tudom követni a pályáját, mint most. Viszont még mindig én vezetek 5-4-re. Oké. Jó, úgy látszik, hogy a nehézség annyira nem változik. 6-4. Tehát a számítógép a másik oldalon ugyanolyan lassú minden körben. Pedig ez az durva lett volna, hogyha minden általam nyert kör után gyorsabb lenne. 7-4. Jó, elmegyünk mondjuk 10-ig. Oké. Nice. 8-4. És igazából itt annyira szerintem nem lehet taktikázni, tehát hogy itt csak vissza kell ütni és reménykedni abban, hogy a másik játékos vagy jelen esetben a számítógép nem tudja visszapasszolni. 9-4. 10-4, és nyertem. Ja, hogy csak eddig lehetett játszani eleve. Oké. Okay. Jó. Jó, akkor visszaállítom ezt, mert már nagyon zavar. Oké. Okay. És igazából vannak... Hova lettek a... Ó, most már 52 ticketem van. Vannak ilyen kis price counterök, tehát ilyen kis jutalomtároló kis dolgok, amiket egyébként így kell lekraftolni, kell hozzájuk 7 darab vasrúd, egy üveglap és egy redstone. És ezekben lehet vásárolni különböző kis plüssöket. Hát például tudsz venni egy ilyen kis... Aha, ez 5 ticketbe kerül, egy ilyen kis plüss creepert. Ha is le is vette a ticketből. Jó, és akkor ezt így le tudom rakni. Oké. Okay. Akkor tudok venni egy malacot is. Egyébként itt meg tudjátok adni, hogy mennyit akartok venni. Nem tudom, hogy mennyit lehet összesen. Gondolom 64-et. Jó, én csak egyet akarok, mert azért megküzdöttem ezekért a... tikitekért. Oké, okay, kaptam egy plusz malacot is. Nagyon király. Tehát tök jó, hogy van valami kis célja is ennek. Nem, mármint alapból az is király, hogy tudsz játszani ilyenekkel a Minecraftban. De az még királyabb, hogy még jutalmat is tudsz szerezni. Akkor tudsz venni gyémántot 128 tikitért. Egy vasat 64 tikitért. Egy aranyat 96-ért. Egy Ender Pearl-t 16-ért. Egy Eye of Ender-t 32-ért. És ennyi. Amik ez így nagyon király, mert így végül is rendes itemekhez is hozzájuthatsz, amik kellenek a survival játékhoz. Tehát ha még meg akarod találni az end portált, akkor tudsz játszani Pac-Man-t, és ha szerzel elég ilyen kis zsetont, akkor be tudod váltani egy Eye of Ender-ért mondjuk, és akkor meg tudod vele találni túlélő módban. Tehát ennek azért nem csak így kreatív módban van értelme, ahogy most én is játszottam vele, hanem túlélő módban is, hiszen le is tudjátok kraftolni ezeket a gépeket. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon király kis mod volt, nekem nagyon tetszett, tök érdekes élmény volt így játszani ezekkel. Ilyesmi modot még nem igazán mutattam be a csatornán, úgyhogy nagyon remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal is, írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és ha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk majd egy következő videóban. Addig is, sziasztok!